minden lézeres megmunkálás előtt gondosan be kell állítanunk a fókusz távolságot, így érhetjük el az optimális végeredményt. Látható, hogy egy kétszoros lencsét szereltünk be, így az ennek megfelelő sablont fogjuk használni. A sablon kialakítása olyan, hogy található egy kis lejtő rajta, amely segít a beállításban. Ilyenkor az asztal Z-koordinátáját változtatjuk, jelen esetben emelnünk kell egy kicsit az asztalon. Látható, hogy kicsit kivillent a sablon, innen tudjuk, hogy megfelelő helyzetben van az asztal.